Van még néhány percünk, amíg a modellgyárak éjszakája látogatói, érdeklődői megérkeznek. Használjuk ki az időt, beszélgessünk erről az okos gyárról. Már a neve is egyébként elég érdekes. Mitől is okos ez? Igen, ahol most állunk, ez nálunk az okosgyár néven elhíresült gyárrész, ami nagyon fontos állomás a Westmont 2000 Kft. Életébe. Ez egy közel 4 éves fejlesztési projektünknek a végeredménye, egy kutatásfejlesztési projekt, aminek a lényege az, hogy annak idején, mikor 2018-19-ben járkáltunk itt az üzembe, és vakartuk a fejünket, mert nem nagyon találtunk munkaerőt, és főleg a CNC megmunkáló központok mellé nem találtunk megfelelő mennyiségű szakembert. Azon gondolkodtuk, hogy hogy tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy tudjuk feloldani. Hát ezen sajnos nem segített az, hogy 3 műszakban megy ez az üzemrész, és minden egyes kolléga, akit ide felveszünk, annak 3 műszakos munkarendbe kell dolgozni. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok közében ez nem olyan népszerű. És vakartuk a fejünket, és kipattant egy ötletet, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy olyan okos gyárat, ha már mi értünk az automatizáláshoz és a robotizálásból, ahol a mi alkatrészeinket le tudjuk gyártani. Ugye maga a koncepció az egy nagyon jól hangzik, de azt is látni kell, hogy a világon nem sok helyen alkalmaznak olyan jellegű gyártást, ahol egyedi alkatrészekre van felkészítve a komplett gyártósor és a megmunkáló központok. Azokból a gépekből tömkeregével lehet főleg távol-keletről beszerezni komplett berendezéseket, amik széria gyártásban, tömegcikk gyártásban felelhetők, és akár millió számra ontják magukból az azonos alkatrészeket, viszont amit mi meg szeretünk volna valósítani, az konkrétan az, amit a mi cégépeinkhez szükséges. Minden egyes cégép több száz, adott esetben akár több ezer különböző méretű, formájú alkatrészből áll össze, épül össze, mindegy LEGO a kollégáink összeépítik, és ez akár egy nagyon élvezetes dolog is lehet, de ugye arra jellemző, hogy minden egyes alkatrész más és más, minden egyes alkatrésznek a technológiája, a megmunkálása, a kialakítása, az egy külön tudomány, egy külön megmunkálási folyamat, nem lehet egy kaptafára az összeset megvalósítani, és ezt próbáltuk mi megálmodni, aminek a végeredménye ez az okosgyár, ahol állunk. Ez a mai nap a modern gyárak éjszakája, amiben most 5-5-ször veszünk részt, és próbáljuk a nagy közönség és a hétköznapi emberek felé is megmutatni, hogy mik vagyunk és mire vagyunk képesek. Ez egy nagyon jó apropója volt, hogy az okosgyárat elindítsuk, és megmutatjuk mindenki számára, hogy mire vagyunk képesek, és mi az, amit a Westmont 2000 Kft. Most a jövő technológiájából meg tud mutatni. Az elején a mondatodnak azt mondtad, hogy saját fejlesztés. Most azzal, hogy mi ezt megmutatjuk, nem okozunk a cégnek kárt? Nem, sőt én azt gondolom, hogy ez egy olyan fejlesztés, amit a piacra nagyon szeretnénk kivinni. A fejlesztésben nagyon nagy hangsúlyt vektettünk arra a megoldásra, hogy akár kisebb KKB-k számára is elérhető legyen egy hasonló rendszer, és itt nem feltétlenül az a nagy monumentális rendszerre gondolok, amit itt mögöttünk is láthatunk, mert ennek a megvalósításához több mint 1,5 milliárd forintra volt szükségünk, amiben hála Isten állami támogatásból egy elég jelentős részt megkaptunk, hanem maga a koncepció az, hogy a magyarországi kisvállalkozások jelentős része attól szenved, hogy nagyon sok kis szériás és egyedi alkatrészek gyártásával foglalkozik, és ezek a kisvállalkozásokból sokan egyszemélyes KFT-ből, vagy akár egy egyéni vállalkozásban nőtték ki magukat, akik az összekupargatott pénzükből megvettek egy megmunkáló központot, és jellemző ezekre a vállalkozásokra, hogy nem feltétlenül tudnak második, harmadik műszakot elindítani, egyik oldalról, mert munkaerőhiány ott is megjelenik, a másik oldalról meg ezek a berendezések olyan értéket képviselnek, hogy egyszerűen a tulajdonosok nem merik ott hagyni a berendezést. Mondhatjuk azt akkor tulajdonképpen, hogy ez egy pályázat eredménye? Igen, ez egy kutatásfejlesztési pályázatunk eredménye, amihez nagyon sokat hozzátett a Pannon Egyetem, és a Pannon Egyetemnek az informatikai karával együttműködve, aki a projekthez az algoritmust biztosította, és a másik
nagyobb beszállítónk, akit meg kell említenünk, az a Silver Fox Kft. Volt, aki a rendszernek, az agyát, a mesh rendszernek a bizonyos részeit fejlesztette a berendezéshez, és hát az automatizálást és az egésznek a működtetését üzemeltető szoftvert, azt a Westmont 2000 Kft. Jó magunk csináltuk és fejlesztettük. Ahogy a céget, és téged is ismerlek, ezzel a pályázattal nincs vége a dolognak, hanem gondolom mentek tovább. Megvan már, hogy mire pályáztok, mire szeretnétek pályázni, vagy még csak tervezitek? Igen, néha a kollégáim le is szoktak állítani, mert folyamatosan tele vagyok ötletekkel, és minden egyes mérföldkő után, amit elérünk, azt szoktam mondani, hogy na most megállunk, és nem lesz tovább, és hogy most egy kicsit élvezzük a nyugalmat magunk körül. De nem így van. Nem. Másnap, mikor felkerek, akkor már megint újabb ötletekkel vagyok felvértezve, és mint az infrastrukturális fejlesztésekben vannak még olyan kihívások, amiket szeretnénk megvalósítani, amik ahhoz kellenek, hogy képesek legyünk lejátszani a berendezéseinket, illetve azokat a berendezéseket, amiket a vevők számára gyártunk, mint pedig technológia terén találunk olyan-olyan kisebb-nagyobb kihívásokat, amiket meg szeretnénk valósítani, és ebben talán kiemelhetném egy újabb kutatásfejlesztési pályázatunkat, amit a tavalyi évben indítottunk el, és ez egy speciális lézerhegesztő berendezés, ahol két lemezanyagot tudunk összehegeszteni, úgynevezett párnaként funkcionáló berendezés, hogy összehegesztjük a berendezéssel a két lemezanyagot, és utána levegővel vagy bármilyen folyékony közeggel fel tudjuk fújni, és úgy néz ki a lemez, mintha egy párnát valósítottunk volna meg. Mi ennek a jelentősége? Alapvetően az, hogy ezek a dupla lemezes történetek, hogyha meghengerítjük, akkor tartálynak az alapanyagait szolgálhatják, tehát képesek vagyunk előállítani olyan tartályokat, amelyiknek a két fala, tehát a belső és a külső fala között különböző hűtőközeget mozgatunk, vagy fűtőközeget, és a benne található tartályban található különböző anyagoknak a temperálását képesek vagyunk megoldani. Ez a technológia eddig is létezett a világban, és létezett nagyon sok helyen hasonló technológiával csináltak tartályokat, viszont a jellemző technológiára, hogy nagyon sok helyen kézzel hegesztik még össze ezeket a lemezeket, és a mi általunk fejlesztett megoldás és technológia, az ezt a kézi műveletet tudja leredukálni akár a 10%-ára, és egy sokkal hatékonyabb, gyorsabb gyártást tudunk megvalósítani vele. Hogy egy egészen picikét visszatérek az okos gyárhoz, és biztosan mondhatnám, az a sárga masina, hogy elindult ilyen fenyegetően felénk, azon gondolkodtam közben, hogy tulajdonképpen mi is történik, mit tud ez a gép, mit csinál? Igen, hogyha a tulajdoni szemmel néznénk a berendezés és az okosgyárat, akkor ez pénzkeres számunkra. Uh-huh. És a legfontosabb momentumai a berendezésnek, hogy egy olyan robotizált gyártást valósítunk meg vele, ahol három műszakra tekintve 15 embernek a munkáját tudom helyettesíteni ezekkel a robotokkal. Bocsáss meg, a munkatársak ennek majd örülni fognak? Én azt gondolom, hogy igen, mert senkit nem kell elküldenünk. Aha. Sőt, azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezeket a berendezéseket üzemeltetni tudjuk, egy magasabb szint és egy magasabb tudásszintű kollégákra van szükségünk, és hiszek abban, hogy a mi kollégáink, akikkel dolgozunk együtt, azok képesek ezt a szintet elérni, és képesek lesznek üzemeltetni ezeket a gépeket. Ma ugye modern gyárak éjszakája van, hát sok érdeklődő jön, mint minden évben, ez az ötödik, ha jól emlékszem. Akik most ide jönnek és ezeket meglátják, akár felcsigázhatja őket annyira, hogy hú, a mindenség, itt ilyen gépekkel lehet dolgozni, szeretnék ide jönni. Én bízom benne, hogy lesznek olyan érdeklődők, akik szívesen töltenék el itt a munkaidejüket. Titkon egy kicsit cél is a modern gyárak éjszakájának az a célja, hogy olyan vendégeket fogadjunk, akik akár az utcáról bejönnek és hírét viszik a Westmont 2000 Kft-nek. Annak, hogy egy forgácsoló üzem az, ami az emberek fejébe él, hogy mocskos, koszos és olajos és büdös adott esetben, az tud úgy is működni, hogy akár a földről tudjunk enni, vagy egy szerelde, ahol az emberek akár öltönyben, nyakkendőben képesek dolgozni, az is lehet egy munkahely, nagyon-nagyon sok szakmunkát tanult gépészek, technikusok számára. Ez egy fontos cél számunkra, hogy ezeket meg tudjuk mutatni a vendégeink számára. És szerencsések vagyunk, mert ahogy néztük a regisztrációt, minden egyes hely elkelt,
tehát teltházra számítunk a délután folyamán. Ez egy érdekes dolog, hiszen annak idején, mikor az első elindult, az első modern gyárak éjszakája, akkor ebben volt egy kis olyan fajta érdekesség is, hogy hú, bemehetek éjszaka egy gyárba. De ha most valaki nem tud eljönni, arra is van lehetőség, hogy bármikor a céget megkeresi, akár egy telefon után, hogy én nem tudtam itt lenni, de kíváncsi vagyok arra, mert én szeretnék itt dolgozni, hogy bejöhessen. Természetesen mind nyitottak vagyunk mindenki számára, hogyha megkeresnek minket, akkor adunk lehetőséget arra, hogy körbejárja a Westmontot és körbenézzen. Természetesen vannak olyan korlátozó tényezők, amit a mindennapokban nem tudunk megmutatni, főleg a vevő által biztosított termékek vagy alapanyagok, azok, amik bizonyos szinten a titokövezi, és nagyon sok esetben mi még olyan berendezéseken és olyan gyártósorokon dolgozunk, amik a jövő autóit fogják építeni, tehát nem mutathatunk meg mindent a hétköznapokban, és erre ilyenkor nagyon figyelünk, hogy ezeket csak megfelelő óvatossággal és kerültekintéssel tudjuk megszemléltetni a vendégek számára. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen helyre férfiak jelentkeznek, de én emlékszem a korábbi évekre, itt jöttek szép szával hölgyek is. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy jó kikapcsolódás, egy jó program lehet a péntek délutáni bevásárlás mellé. Megengedjük apukának is, hogy egy kis hasznos dolgot lásson, és ne csak a bevásárlókocsit kelljen tolni valamelyik bevásárlóközpontnak a forgatagába. De abban a pillanatban, amikor belépnek ide a hölgy vendégeink is, szerintem elragadja őket az a fajta millió, amit itt találnak. És ez nagyon fontos, egy férfi ember életében, aki hasonló pályát választhat, az egyik legfontosabb tanácsadó és a legfontosabb kapcsolódás a szülőkhöz az édesanya, és nem biztos, hogy szakmai tanácsokat tud adni, de azok a megérzések, amit egy édesanyától kaphat egy pályakezdő fiatalember, azok nagyon fontosak lehetnek a jövőbe, és ezáltal nekünk is fontosak, hogy ők jó szájízzel menjenek el tőlünk. Az utóbbi években többször beszéltünk arról, hogy ugye modern gépek, kell hozzáértés, kellenek nagyszerű mesteremberek, akik ezt tudják üzemeltetni. Van javulás? Vagy mondjuk egy ilyen modern gyárak éjszakája esetleg arra is jó, hogy ilyeneket találjatok? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy a technológia és az ipari fejlődés, digitalizáció az olyan szinten felgyorsult, hogy nagyon sok esetben sem a középiskolák, sem az egyetemek nem tudnak napra készek lenni. És azt gondolom, hogy hogy ők ezt meg tudják valósítani, és a naprakészséget azt minél jobban ott tudjuk tartani az ő mindennapjaikba. Ehhez nekünk szükségünk van arra, hogy együtt működjünk, hogy próbáljunk velük együtt működni, próbáljunk együtt gondolkodni velük. Azt gondolom, hogy szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Sikerült a Pannon Egyetemre is duális képzésbe jó pár fiatalt megszereznünk, gépészmérnököket, informatikusokat, műszaki menedzsereket, akiket megpróbálunk már egy kicsit a saját szánkize szerint fejleszteni. És hát a duális képzésben, középiskolai duális képzésben már nagyon régóta bent vagyunk. Vannak olyan napok, amikor több mint 40 fiatal diák szorgosodik a telephelyünkön, és próbáljuk meg nekik ezt a tudást átadni. Bízom benne, hogy ezeknek egy jelentős része olyan hasznos tudással megy el tőlünk, ami tud hasznosítani a hétköznapi életbe, és tudnak ebből prosperálni. Ugye te is azt mondtad, hogy ilyen elképesztő modern gépet sikerült építeni, meg hát még modernebbeket majd, hogy ehhez tényleg kellenek az okos kollégák. De azt is mondtad, hogy annyira gyors a fejlődés, hogy szinte nagyon nehéz napra pontosan ott lenni mindenben. Ez azt jelenti, hogy a kollégáidnak is van egyfajta állandó továbbképzés, hogy lépést tudjanak tartani? Igen, nekünk nagyon sokat kell képezni a kollégáinkat. Egyik legjelentősebb módja ennek azok a belső képzések, amiket különböző szakemberekkel, különböző területről hívott szakemberekkel próbálunk elvégeztetni. Éves szinten több száz ilyen képzésünk van, és több száz olyan képzést valósítunk meg, ahol próbáljuk ezeket a high-tech technológiákat a saját dolgozóink számára bemutattatni és megtanulni. Mennyien vagytok egyébként, ha nem titok? Ez nagyon nehéz megtippelni, mert folyamatosan változik a létszámunk.
Az alap létszámunk, én azt gondolom, most ilyen 200 és 205 fő között van. Ehhez jönnek hozzá azok a tanulók, akik már ugye duális képzésben tanulói munkaszerződéssel vannak itt, illetve vannak azok az alvállalkozó csapatok, akiknek szinte mindennapi munkát biztosítunk. Vannak olyan napok, amikor több mint 250-en dolgozunk ezen a telephelyen. Egyszer megkérdeztem tőled, hogy mennyire tudsz nyugodtan aludni, lévén, hogy ennyi emberért felelsz, komolyak a kihívások, sok minden van, ugye, amire figyelni kellene. A Covid-tól kezdve a háborús helyzetig, akkor azt mondtad, hogy hát vannak nehéz éjszakáid, most mi a helyzet? Hát most is vannak nehéz az éjszakáink, főleg azért, mert a hétfői napon kapott a kislányom egy nagyon kis pánielt, és ez nem mindig hagy minket aludni, de 25 évesek leszünk jövőre. Ami azt jelenti, hogy egy olyan mérföldkövet értünk el a Westmont életében, amiben azt gondolom, hogy meg kellett, hogy tanuljak aludni, és meg kellett, hogy tanuljak azzal a teherrel és feszültséggel együtt élni, ami a KKV vállalatok és azoknak a cégvezetőknek az életét jellemzi, akiknek ennyi ember élete függ az ő munkájától. De azért gondolom, nem bántad meg, hogy a kezdetekben sem hagytad abba, meg amikor jött a nehéz pillanat, egy másik döntés, hogy akkor is azt mondtad, hogy megyünk tovább. Hát ez is egy nehéz kérdés, mert vannak olyan napok, amikor az ember úgy megy haza, hogy legszívesebben ráraknál nagy lakatot. Mindenkinél van szerintem. De mire hazaérünk, akkor azon kezdek el gondolkodni, hogy mi máshoz értek. És hogy mi lenne az életben az, amit nagyon szívesen csinálnék, és akkor mindig visszatérek arra, hogy de hát én ezt szeretem csinálni.